Sanyika az internetes trash Jedi lovagja. Tulajdonképpen ő a YouTube-on fellelhető egyetlen igazán szerethető figura. A tartalom, amit gyárt, igazából nem tartalom. Tehát, hogy így igazából semmiről nem szól, nem hordoz semmit, de valahogy ezt Sanyikától mégsem várjuk el, mert Sanyika személye az annyira közeli a szívünkhöz. És ráadásul Sanyika, az sem titok, hogy ő erdélyi. És ha nem lett volna Trianon, lehet, hogy nem is szeretnénk ennyire Sanyikát. Nem akarnánk ennyire szeretni Sanyikát, de lehet, hogy Sanyika sem lenne ennyire ágról szakadt, hogyha nem lett volna Trianon. Valahogy ez az egész sanyikaság, ez minden, amivel a Budapest TV hiába próbálkozott. Azért a Budapest TV-nek a hazai trash számos babérját sikerült learatnia. De voltak olyan magasságok, vagy mélységek, amelyeket nem. És eljött Sanyika, és egy személyben bevégzett mindent, amit Anetkának, Lexikének, Tominak... Hát átvette a helyét a Budapest TV-nek. Nem sikerült, igen, átvette. De érdekes, hogy amint megszűnt a Budapest TV, felemelkedett Sanyika helyette. Ez így van. Sanyika a trash tévézés nagy mestere. És mennyi különböző műsora van? Tehát Sanyika tornaórát csinál, Sanyika táncol, Sanyika főzőműsort is csinált, Sanyika csinált divat bemutatót, például amikor elmentek otthonról a szülei, akkor felpróbálta a szülei ruháit, és végigvonult bennük a folyosón. Rengeteg különböző műsor, sőt, a Sanyikának élő közvetítései vannak, amikor például kiteszi az ablakba a kamerát, és csak veszi, és ott lehetsz vele Sanyikával, és nézheted, hogy Baróton mi történik az utcán 2 órán keresztül. Én mindig nézem ezeket az élő közvetítéseit, és úgy érzem, mintha Sanyikának a családtagja lennék közben. Úgy tért vissza az elszakított nemzettest, ahogyan nem is képzeltük soha. Mint hogyha leomlottak volna a határok. Mint hogyha személyesen valami nagyon-nagyon-nagyon közvetlen élményt szereznénk erről az erdélyi, nyomorult, magányos hétköznapjairól. Ezós. Ja, ezós, igen. Hétköznapjairól. Igen. Ez Sanyika. És nem véletlen, hogy az a szlogenje, hogy ahol szeretet van, ott remény van, és jövő van.